Egy héten át az eukarisztia titkát ünnepelték a katolikusok Budapesten. Ma van az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus zárónapja, de mi is az eukarisztia, kiderül a mai adásból. Szűz Mária születésnapját ünnepelték a doroszlói Szentkúton, és 130 éves a nagybecskereki református templom. Az új lelkésznőt is beiktatták, ezekről a témákról is szó lesz a mai adásban. Köszöntöm a Pannon Televízió nézőit! Budapesten zajlik az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. Ennek apropóján az eukarisztia, vagyis az oltári szentség eredetéről, szerepéről, történetéről, jelentőségéről kérdezem főtisztelendő Szakály József prépostot, Topolyai plébánost. Köszöntöm a Pannon Televízióban. Mi az eukarisztia? Eukarisztia hitünk legnagyobb titka, az örök élet záloga. Tulajdonképpen nem is tudjuk lefordítani ezt a szót, hiszen ez egy görög kifejezés, amelyet az evangélisták használnak, és aztán a latin nyelv is inkább átveszi, és nem fordítja le elsősorban, vagy első körben ezt a kifejezést. A magyar gyakorlatban, magyar nyelvhasználatban, egyházi nyelvhasználatban nem ment át olyan nagyon így. Az utóbbi időszakban emlegetjük, az utóbbi évtizedekben emlegetjük többször. Inkább a fordításait szoktuk használni. Ha definitíve akarjuk megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy az eukarisztia az Úr Jézus legszentebb húsvéti misztériumának ünneplése, az ő szentséges teste és vére. Ugyanis hát magát ezt a kifejezést, ha magyarul beszélünk, akkor szokás oltári szentségnek is fordítani, de fordíthatjuk nyugodtan egy nagy háladó imának is, és hát a szent misének is, hiszen a latin nyelvben, a görög nyelvben a kenyértörés szertartása, a szentmise is az eukarisztia kifejezéssel, névvel illetendő. Hogyan alapította Krisztus az eukarisztiát? Talán egyik legnagyobb tette, bizonyíték az ő szeretetének a nagy csütörtök esti utolsó vacsora és a vacsorához kapcsolódó események. Igaz, hogy akkor nem tudunk olyan nagyon ünnepelni, hiszen nagy csütörtökre azért csak rávetődik már nagypénteknek az árnyéka, de az az esemény, amit az utolsó vacsorának nevezünk, ahogy az Úr Jézusot megmutatja az ő szeretetét, megmutatja az ő teljes odaadottságát, az emberiségét, fölajánlott áldozatát, tulajdonképpen ez az eukarisztia. Ő az utolsó vacsorán alapítja ezt a legnagyobb szentséget, ahogy szoktuk emlegetni, szeretetének legnagyobb bizonyítékát. És miként van jelen Jézus az eukarisztiában? Nagyon sok félreértés származik ebből, és az egyház történetében a nagy reformerek is sokszor félreértik. És amikor azt mondjuk, hogy az Úr Jézus teste és vére, akkor nem arra kell gondolni, hogy itt emberhúst eszünk vagy iszunk. Babics olyan gyönyörűen fogalmazza meg, hogy a régi törzsek borzongó lagzikon ették királyok testét és vérét, hogy halott királyok ereje szállna mellükbe. Hát mi nem így esszük az Úr Jézust, az ő testét és vérét. A föltámadott Krisztus teste és vére van jelen a kenyér és a bor legmélyén, ahogy a latin kifejezés mondja, a szubstanciájában, a bensejében, a belső lényegében. Tehát külsőre úgy néz ki az eukarisztia, az oltári szentség, mint a kenyér és a bor. Ugye mi nyugati egyházban kovásztalan kenyeret, magyarul ostját használunk, míg a keleti testvére kovászos kenyeret használnak, ők ilyen kis kenyérkockákat változtatnak át, konszekrálnak a szentmisén, és mi úgy hiszük, hogy a föltámadott Krisztus testi dicsőségében van jelen, úgy, ahogy neki a föltámadás után már nem probléma az, hogy megjelenjen zárt ajtók mögött, és ott legyen a tanítványok között, megmutatkozzék a maga föltámadott testi mi voltában. Ugyanúgy hiszük, hogy neki nem akadály a kenyér és a bor külső színe, tehát megmarad látszatra a kenyér és a bor, miközben bensejében, lényegében, szubstanciájában Krisztus testévé és vérévé változik. Ez az eukarisztia vajon hogyan mutatkozik meg az egyház életében? Az eukarisztia, hogy a II. Vatikáni Zsinat gyönyörűen tanítja, egyszerre
az a csúcspont, amely felé haladunk, az a hegycsúcs, amelyre el szeretnék jutni, és egyszerre az a forrás, amiből táplálkozunk ahhoz, hogy egyáltalán ezen az úton tudjunk haladni. Tehát csúcs és forrás számunkra az eukarisztia. De azért fontos emlegetni, hogy az eukarisztia ez a csúcs és a forrás, és nem valamely fordítása ennek a szónak, mert így akkor egységesen tudjuk értelmezni. Tehát nem csupán a szentmisére gondolunk, hanem már a szentségimádásra is, hiszen az is egy olyan fajta találkozás a szentségi Krisztussal, ami benne van ebben az eukarisztiában, a kifejezésben, de valami módon a vele való találkozás, egyesülés, együvé válás talán a legszentebb pillanat, hiszen Jézus azt mondja, hogy ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok a véremet, nem lesz élet bennetek. Tehát mi úgy hisszük, hogy amikor a szentmisén áldozunk, akkor magunkhoz véve a szentséget, az eukarisztiát, az eukarisztus ünneplés csúcspontjaként az oltári szentséget, tulajdonképpen egyé leszünk, ugye kommunió a latin kifejezés, együvé válunk azzal a Krisztussal, aki a kenyér és a bor színében valóságosan, fizikai valóságában itt van és jelen van. Miért az eukarisztia a jövendőbeli dicsőség záloga? Talán pont ezért, hiszen a mennyek országa, tehát a földi élet utáni valóság egy olyan csodálatos létezés, amikor Isten lesz minden mindenben, ahogy a Szentírás tanítja. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy akkor, amikor áldozunk, amikor a szentmisén az eukarisztikus ünneplés csúcspontjaként az eukarisztiát magunkhoz vesszük, megesszük a konszekrált kenyeret, megisszuk a konszekrált bort, akkor ez a csoda, amely a halálunk után reményeink szerint, hitünk szerint valóság lesz, ennek egyfajta előízét vesszük most. Vagyis megtapasztaljuk, milyen az, amikor Krisztus bennünk van, és mi valamilyen módon ő benne. Hiszen erről beszél, amikor a teste étkezéséről, megevéséről beszél, és azt mondja, hogy én bennük leszek, és ők én bennem. Tehát valamilyen módon megtapasztaljuk, még ha nem is érzelmileg, nem is emóciókkal kísérve azt a csodát, ami majd a túloldalon vár minket. Ezért szokták azt mondani, hogy zálogát adja az ő szeretetének, hiszen már miénk, de még nem a maga teljességében az a létezés, hogy ő bennünk van, és mi ő benne. Köszönöm szépen, Szakály atya, a magyarázatát. A Pannon Televízió Topolyáról Szabó Hangya Teréz tudósította. A Doroszló Szentkúti búcsú két napja alatt rengetegen fordulnak meg a nyugatbácskai településen. Az óbecsei Kurunci Mária is minden évben visszatér. Jaj, hát én ide, ha eljövök, akkor itt olyan ihlet tölt el, én nekem még ez a levegő is. Nem tudom más, már nem először vagyok itt, és hát én itt nagyon jól érzem magam. A Tornyosi Miklós Miklósnak idén lehetősége nyílt, hogy segítsen, szolgáljon, minisztráljon a szentmiséken. Ez nagy örömmel tölti el a fiatalembert. Azért fontos számomra, mert fontos, én úgy gondolom, az embernek a lelki feltöltődés is a nehéz idők után, illetve az is fontos, hogy megadjuk a megfelelő módját annak, hogy hogyan tiszteljük a jó Istent. Vert Irma Ludasról érkezett a Szentkúti búcsú előestéjére. Nekem ez egy olyan hely, ahol megnyugvást találok. Miért? És milyen megnyugvást? Lelki. Én lelkileg feltöltődök, és ezt saját magamnak sem sokszor nem tudom megmagyarázni, mert a Szentkút is egy igen ilyen hely, de nekem ez a Doroszló. Valamiért nagyon különös. A Kupuszinai Csizmadia János és barátai összesen 21-en gyalog zarándokoltak el Doroszlóra. Hatan Szilágyiról csatlakoztak hozzájuk. Ez 8 óra gyaloglás, 7 óra aktív járással és 1 órányi pihenővel. Őseink két helyre jártak gyalogosan búcsúra. Az egyik az Doroszló volt, Doroszlói Szentkút, a másik pedig Mária Győd. És ez a szokás abban maradt az 50-es évek elején, és a 2000-es évek elején újraindítottuk, és azóta minden évben elég sokan jövünk. És hogy miért fontos?
Hát aki, ha gyalogosan jövünk, akkor teljes búcsút nyerünk. Az előesti szentmisét a betegek gyógyulásáért és lelki megnyugvásáért ajánlották fel. A szabadtéri oltárnál tartott istentiszteletet Nagy József aranymisés vezette. Szerda délelőtt 10 órakor az ünnepi püspöki nagymisén Monsignor Slavko Vecserin szabadkai megyés püspök köszöntötte az egybegyülteket és a jelenlevő papságot. Nagy örömömre szolgál, hogy kisboldog asszony főünnepén veletek ünnepelhetek, hiszen egy évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon, a nagymise végén hirdették ki, hogy őszentsége Ferenc pápa engemet nevezett ki a szabadkai egyházmegye új püspökének. Köszöntöm nektek a imáitokat, és kérlek benneteket továbbra is imáitokkal kísérjetek. Időkre nyúlik vissza. Ünnepeljünk, de saját életünk történetét, mert ahogy Máriát az Isten egy óriási üzenettel, egy gyönyörű feladattal küldte ebbe a világba, úgy minket is, hangsúlyozta Monsignor Felföldi László, pécsi megyés püspök. Kiemelte, Isten minden embert kivétel nélkül egy olyan egyedi üzenettel küldött ebbe a világba, amit senki más nem tud elmondani, és nem tud átadni, csak mi magunk. Felföldi László igyekezett rámutatni, hogy amikor életünk nehéz és bajban vagyunk, az azért van, mert valaki nem fogadta el Istentől az életének a hivatását, nem fogadta el azt az üzenetet, amit rábízott, és amit neki kell átadni ebben a földi életben. Hol vagyunk boldogok? Hol van öröm, béke, szeretet az életünkben? Ahol édesanyák, édesapák, nagymamák, nagyapák, lelkipásztorok, papok, szerzetesek a helyükön vannak, ahol látják, hogy ez a feladatom, ez a küldetésem, mert nem csak rólam van szó, hanem mindazokról, akiket az Isten rám bízott, felelős vezetőként is. Ha én jól élem meg azt a küldetést, azt a feladatot, akkor boldogabbak mellettem az élet, az emberek. Boldogabb az élet. A hit hívását, az élet hívását nagyon nehéz egyedül jól megélni. Ezért kell eljönnünk ide, ezért kell találkoznunk, hogy megerősödjünk a hitünkben, emelte ki Monsignor Felföldi László. Verebély Járpád címzetes prépost, a Doroszlói Kegyhely igazgatója az ünnepi püspöki mise végén köszöntötte a megjelent zarándokokat. Köszönjük, hogy ezt a találkozást, a legszentebb találkozást, a mindenható Istennel és az emberrel, a Szent Eukarisztiát. Együtt ünnepelhettünk, együtt lehettünk részesei annak, hogy az Úristen ma is táplál bennünket, és hogy ebből a forrásból fakadhat minden forrásunk. A szentmise után megtartották az oltári szentségi körmenetet. Nagybecskereki református templom fennállásának 130. évfordulóját ünnepelték augusztus végén. Az egyhajós, neogótikus templomot Zaborecki műépítész tervezte, és 1891-ben építették. Jellemzőek a keskeny, boltíves ablakai, valamint a keresztboltozatos mennyezet.
Az ünnepség rendhagyó volt, hiszen beiktatták az új lelkésznőt is. Latinovics Gizella hívő elmondta, a beiktatás nagy megtiszteltetés a református gyülekezetnek, mert évekig nem volt lelkészük. Évekig nem volt lelkészünk, és úgy érezte ez a kis gyülekezet, mint pásztor nélküli nyáj. De ugyanakkor olyan nagy volt az elszántsága ennek a maroknyi gyülekezetnek, hogy nem engedtük meg, hogy széjjel szólódjunk, hanem egymást összefogva, összetartva, ha kellett telefonon, amikor mostanában volt ez a pandémia, akkor így is tartottuk a kapcsolatot egymással. Bujin Gyenge Szlifka Tilda lelkésznő már egy éve betölti ezt a tisztséget, a beiktatásra azonban csak most került sor. Igazán ritkán adódik meg egy lelkésznek ez, hogy éppen a templom szentelésének az ünnepén történik meg a beiktatása. Tervekkel teli vagyunk, hogy mi lesz a sorrend, azt nem tudom. A gyülekezetünk lassan fogyófélbe van. Jó pár évvel ezelőtt, talán 10 évvel ezelőtt, amikor az utolsó gyülekezeti népszámlálást tartották, akkor 300 lelket számoltak. Én most itt új vagyok, és 2 évig nem volt lelkész, körülbelül úgy most, ahogy összeszámoltuk, hogy most amiatt, mert nem volt lelkész, vagy tényleg elhalálozások, vagy külföldre való kiköltözés az oka, de egy 150 személynyit tudtam összeszámolni. Először is az a nagy feladat, hogy talán föléleszteni a gyülekezetet. Kovács Csaba, fiatal református segédlelkész maradékról érkezett az ünnepségre. Egy lelkész beiktatása nekem személyesen is nagyon fontos, hiszen én még várok erre, a teológiai tanulmányaim vége felé járok. Úgyhogy ez az első lelkész beiktatás, amelyen voltam, nagyon felemelő érzés, és érezni lehet a Szentlélek munkáját, Isten dicsőségét ebben az alkalomban. Az ünnepségen részt vett Harangozó László, szabadkai református lelkipásztor is. Elmondása szerint nagy megtiszteltetés érte, hogy egy ilyen nem mindennapi ünnepnek lehetett a részese. Ez az épület a történelmet, a múltját jelzi a gyülekezetnek, a gyökereit, és ugyanakkor ünnepel, hogy újra lelkésze van, megválasztott lelkésze, beiktatott lelkésze, és az is nagyon fontos, hogy pásztora legyen egy gyülekezetnek, mert reményt ad, és hallottuk a püspök úr is a reményről prédikát, milyen fontos a reménység, hogy mi a remény népe kell, hogy legyünk, és ugye amikor van pásztor egy gyülekezetnek, akkor nem árvának érzi, hanem érzi, hogy Isten gondoskodik, vezetést ad, és ennek lehetünk részesei, és ez nagyon nagy megtiszteltetés volt számunkra. Lapi Zsuzsanna, nagybecskereki származású református lelkésznő Magyarországon teljesít szolgálatot. Elmondta, hogy nagyon sok emlék fűzi a nagybecskereki református templomhoz. Minden ember életében van egy meghatározó épület. Az én életemben ez a templom az. Ehhez kötődik az életem, hiszen édesapám 56 és 83 között itt volt lelkipásztor, és én ide születtem. Ennek a templomnak az árnyékában cseperedtem, és itt szívtam magamba a hit alapjait, és magát a hitet. Nyilván a szüleim példáján, őseinkről tanulva, ez a templom ennek a városnak egy gyöngyszeme. A 130 év alatt sok nemzedék használta ezt a templomunkat, és remélem, hogy Isten kegyelméből ezután is sok nemzedék fogja használni, mondta Halász Béla, a szerbiai református keresztény egyház püspöke. Szükség a mi népünknek nem csak az ünnep, hanem maga ez az épület is. Hiszen még áll ez az épület, a templom épületére gondolok, az azt jelenti, hogy lesz, hol összegyülekeznünk, ahol magyarul szól az íge, magyarul énekelünk,
és imádkozzunk. És ezt szeretnénk átadni az utánunk következő generációknak is. Az Isten tisztelet végén Bujin Gyenge, Szlivka Tilda, nagybecskereki református lelkésznő a 130 éves templom történetét mutatta be a hívőknek.